Patriarkális élet Kedves barátom, Dani! Grófomat várom, nem hagyhatom bolondjában a jószágot ilyen háborgós időben, különben nálad volnék, s legutóbbi ódádért agyon szorongatnálak. Édes barátom, de boldog ember vagy, aki úgy ösvered édes nyelvünket, hogy nem szorulsz idegen mankóra, hogy eszed járásának szavakat találj. Eszembe jut az a mese, mikor a szajkót áruló fiút egy hebegő úrfi megszólította, mondván, hogy a szajkó már ügyesen be beszél, mire amaz azt felelé, ha csak úgy tudna beszélni, mint maga, mindjárt kitekerném a nyakát. Ó, barátom, könyörő rajtunk, kik csak hőbörgünk azon nyelven, melyen te oly dicsőn írsz hogy levelemet be ne piszkoljam, külön papírra fölírva küldök, vagy harminc diák szót saját fordításommal, lehetetlen hallgatnom embereim beszédét. Válaszodat kérem, addig is gondolj rám, öreg barátodra, ki házasságának éppen ötvenedik esztendéjét üli ma. A viszontlátásig barátod, Szántai Zsigmond, Jószák kormányzó. Kívülről az úrnak tekintetes Zsanyi Dániel úrnak. Eközben bekopogtat valaki az ajtón. Szabad! Kiált az öreg erőteljes hangon, mire belép egy hajlott korú megőszült pap. A helybeli lelkész, s úgy látszik, az öregnek jó barátja, mert egymás nyakába borulnak, amint tudnélik, a tisztelendő úr elvégzi azt a köszöntést, mely a levélben is érintett alkalomra vonatkozott, aztán pedig jókedélye beszédbe eredtek. Hát zsiga, tudod-e mi újság? Kérdi a pap a házi urat. Előre is félek, hogy rosszat mondasz, édes Józsim, talán csak nyakunkon a francia. Maga még nem, hanem a szele. Gondolj csak, barátom. Bejött a módi. Meg is ütheti a guta. Csodálkozék, amaz. Még az hiányzott. Pedig itt van, Míg te az alsó jószágokon valákét, hónapig, addig, mint a járvány szétfutott a környéken mindenféle francia szokás. Van már módis szoknya, módis fejkötő, módis szipő, módis kendő, meg a jó Isten tudja hányféle módi, mert aki most két hónapja vett valamit, az már avul, megint újat találtak föl Párizsban, most meg az a módi, s akitől telik, megveszi. De a férfiak, csak nem bolondultak meg. Helyjel közzel, mert az asszony cselét addig rimánkodott, hogy levette az urát lábáról, éppen most hallám, hogy Tomási Ferkó barátunk felesége is egészen a módinak adta magát, s ami több, gondold el, tegnap láttam kocsikázni őket, és... Nos, biz ők elme maga ajánborbal felül ült, az asszony pedig jobbról. Na, lánc Horta. Ha idejön, le is ütöm sarkantyúját a kordován csizmáról. ho, -ho kedves barátom! Vége a sarkantyús kordován csizmának! Olyan stibliket visel a bő lábra valóhoz, hogy olvasva elmenne a zsidónak. Fölfordulunk, barátom! Nyelvünket agyon gyötörték, mielőtt az helyre igazítaná néhány becsületes ember, íme még ruhánkból is kivedlünk. Ne búsulj, öreg, hadd hújjon ki a férgese. Tudod, hogy Isten nagy próbának teszi kiválasztottait, nem szabad kétségbe esni. Jó, jó, édes Józsim, csak hogy még ráért volna az idő, s én nem szeretem, hogy vén fejjel még ezt is megértem. Istenem, mi van még hátra? E szónál bejött az öreg asszony tisztességes magyar szabású sejemruhában és csipkés főkötőben, aztán, köszöntvén a lelkészt, félig tréfás, félig komoly hangon ekképp szólítá meg az öreget. Kedves öregem, Isten jó voltából megértük házasságunknak ötvenedik esztendejét, amint a régi szokást tartja, a házas feleknek ilyenkor, ami kívánni valójuk van, mindenki előadhatja, s ha megegyeznek egymás közt, jó, ha nem hát, nem tudom igaz-e, még el is válhatnak. Ennyi, édesbanyám, Vágott szóba az öreg úr. Bizony azt hiszem, valami kérő ólálkodott a ház körül, mikor én az Alföldön jártam. Ki tudja? Mond mosolyogva az öreg asszony. Bárcsak tudtam volna, kedves Zsuzsim, legalább a mentémet helyre lángattam volna, de bizt azt gondoltam, hogy amúgy is jó lesz, s éme, hogy megijesztesz. Ijesztés, nem ijesztés, apjukom, szólt az asszony némi komolysággal. Nekem ezen a napon három kérni van Kenttől, s kerekent kimondom, ha nem teljesíti Kent, Isten úgy segéljen, nem tudom mihez kezdek. Csak ki vele, édes Zsuzsim. A bögrét is elhúzzák a tűztől, ha nagyon forr. Mondd csak el szaporán, hogy nagyon meg ne ijedjek, mert akkor talán hatfélét is kérnél. Az első az volna, édes apjukom, mondja az asszony, hogy ezután én is azt mondhassam Kennek, hogy te nem pedig Kend? Ezt már tudom, édes Zsuzsim, el meggondolva az öreg. Hát a másik mi volna, hadd hát hallom azt is. A második kérésem meg az volna, mondja egyet megnyugodva az asszony, hogy ezután én is a Láda fiába nyúlhassak, amikor akarok, mondja az asszony az utolsó szavakat egymás hátára sietvén, hogy hamarabb kül legyen lelkének egész terhétől. Hmm, hmm, dörmögött az apjuk még mindig egyforma kedvében, s minden további megjegyzés nélkül rákérdi. Hát a harmadik kérésed mi lenne? Egyet, kettőt, de tán hármat is köhögött az asszony, Utóbb aztán nagy nehezen az is kijött, azaz, hogy amint maga mondá. A harmadik kívánságom volna, hogy mivel, most már, mindenfelé, az a módi. Hallod, öreg, módi. Mikor kimegyünk valahová kocsin, hát én üljek jobb felől. Itt elakadt a szó, s az öregasszony remegve várta a szót, mint mikor a barát föladja a penitenciát. Szántai Zsigmond úr egyet gondolván, ilyen formán felelt az asszonynak. Édes Zsuzsim, ami az első kívánságodat illeti, hogy ezután ne kelljen engem megkendezni, hanem tenek szólíthass. Vigye patvar, legyen meg a kívánságod. Ötven esztendő óta csak összetörődhettünk, szólis tehát tenek. Egyet megnyugodott az öreg, kevés váratra azonban megint szóhoz kapott. Második kívánságod az volna, ha jól hallám, hogy ezután a fiában nyúlhass, amikor te akarsz. Édes Zsuzsim, ne legyen panaszod, vénségedre most már úgysem pazarlanád el, nem bánom, legyen meg a kívánságod, jól van. Itt megint megállt az öreg, hanem, mintha két engedelemre legalább egy megtagadás is illenék, azt mondja most. Hanem, ami a harmadikat illeti erre arra lánc a módidnak. Az én házamat, meg az én böcsülettel megőszült fejemet vénségemre meg nem gyalázod. S nekem ugyan jobb felől nem ülsz, ha meg kétszáz esztendeig élnénk is. Punktum. Ez a punktum pedig annyit tett abban a világban, hogy erről a dologról elég volt ennyit mondani, amint hogy úgy is lett, de azért a két öreg nem, hogy el nem vált, hanem úgy megülte az ötven éves menyegzőt, hogy maguk is örvendeztek bele. Ilyen emberek éltek akkor. Szent István idejéből ilyenekből kerültek ki az akkoriban úgynevezett eleven szentek. Ezeket ugyan nem nevezték el szenteknek, de annyit mondhatunk, hogy tetőtől talpig becsületes emberek voltak. Jaj be nagy kár, hogy az ilyen ember meg nem maradt magnak. De hogy ismét helyreigazodjunk, kezdjük ott, ahol elhagytuk a dolgot, Azaz, hallgassuk, mit beszél Szántai Zsigmond és az öreg pap. Ami tihanyban beszéd tárgy volt, elmondta már, most a tisztelendőn volt a sor. S te, mikor jöttél meg? Kérdi Szántai Zsigmond. Éppen tegnap, egy részét a nemességnek Budára kísértem, egyúttal megtekintém a tábort. Hát, kis faludit látta, -e? Legtöbb időmet vele töltöttem, amennyit tudni illik üres idejéből elszakaszthatott. Nos, hogy érzi magát? A főhercegnek kedvelőn annyira, hogy egy munkának írásával bízá meg, mely egyenesen a kormány magánhasználatára volna alkalmazandó. Ezt már szeretem, hogy olyan embert kérdeznek meg, aki olyan igazat mond, hogy kész hasznunkra válik. Tudom, örül. Örülne, ha sejtelmei rosszat nem gyanítatnának véle. Mi a manót? Sem többet, sem kevesebbet, mint hogy a nemesi fölkelést haszon nélkülének látják. Boldogságos Isten! S nem jut eszükbe 1741, mikor Mária Terézia pozsonyba jött közibünk, hisz, mint fiatal legény, magam is ott valék. Hely, barátom Józsi! Hogyha nekünk akkor nincsen oldalunkon a kard, nem lett volna mit kirántani a legelső szóra. Mi mentette meg akkor a trónt? Nem az, hogy született katonák voltunk? S nem kellett előbb szénát szalmát lábainkra kötözni, mint most. Bizony, bizony, mondom, jobb volna, ha még lábainkkal besződnek, arra buzdítanának, hogy azt kell ütni, aki szemközt áll, majd aztán útközben hamarjában megtanulnánk egy kis engedelmességet és dobszót, de még mi máson vesződünk, addig rajtunk őt az ellenség, amit tulajdonképp nem bánnék, legalább nem kell utána menni, de amit megeszik, az kár. És éme, majd nem az ellenséget fogják megszalasztani, hanem minket. Ez politika, mondja kis valódi, de azt is mondja, hogy üsse meg a mennykő. És a főherceg ezt tudja. Nagyon is, és ami több, Keserű összeütközései vannak, de hiába. Károly főhercegen kívül senki sem pártolja. Így nekem, édes Józsim, kín élnem, és ha neki keseredem, még a franciának szaladok egy rossz puskával. Jól mondod, rossz puskával, amilyent tudnélik a fölkelők kapnak. Budán láttam a táborban a kiosztott fegyvereket, egy jó sincsen köztük. Kis faludi végig vezetett Alvinci táborán, a generális maga is velünk volt, egy helyütt midőn megállnánk, szemközt áll egy nemes atyánk fia, s mint hogy a generális néhányan már ismerék, szájról szájra szaladt a neve, s ezért gyanítólag mondja a szemközt álló generálisnak. Kent az Alvinci? Én vagyok. Mi kell? Kent adta ezt a pisztolyt, amelyiknek még rugója sincs? Talán én adtam. No hát, nem savanyítaná bekent ezt a pisztolyt. Ezzel nagyot röhögve ment el a többi közé, honnét elég tisztán hallám, amint mondák, bolondá tesznek itt bennünket. Elhallgatott a két öreg, kialudt a pipa a szájukban, de az a jó magyar vér lángba gyúlt, s halátnád őket, megesküdnél, hogy de mindjárt lóra ülnek, és az ellenségre mennek. De szép volt pedig ez a magyarnak az ellenséget verni. Nem is feledkezett meg rólunk a jóisten, akár honnan egyet csak küldött. Kibúsulván magukat az öregek, megnépesedett az udvar, néhány negyed óra alatt vendégekkel telt meg a ház, révén tudnélik az az idő még akkoriban, hogy szédulával nem invitálták a vendéget, hanem egy-egy háznép, amilyen járószel száma volt, Kocsi oldal közé férkőzött, rávett egy tisztességes suhát, s elment a jó baráthoz, kinek akkoriban még nem jutott eszébe azt hazudni cselédei előtt, hogy a vendég előtt elzárkozván szemtől szembe mondja, senki sincs itthon. Amely gazda ilyet mondott volna cselédje előtt, még a cseréd is ott hagyta volna. Íme ennyire kiokoskodtunk, mióta bejött a módi, Elnevezték civilizációnak, hogy az ember a cselédje előtt bátran hazudhatik, és nem pirul el érte. Nem akarom összeszámlálni a kocsikat, elég az hozzá, hogy megtellett a ház, s míg az udvaronasok baromfi sírt, rít, ordítozott, addig ott ben az igaz barátság kurtán elmondá azt az egy két szót, ami édes örömében nyelvére került, de volt helyette olyan szíves ölelgetés, hogy majd egymásba szakadt az ember, nem lévén semmi híre azon gyilkos módra kikeményített mindenféle portékának, melyel úgy kell mostanába bánni, mintha forgácsfánk volna. Szinte jól esett nézni, mikor egy-egy fiatalabb menyecske és süldő lánya kedves urambátyám karjai közé került, nem nyafogtak és likogattak úgy, mint a mostaniak, kik azonban úgy négy szemközt mostán mégis szelidebbek, mióta már tudni illik a módi bejött, mert a mostani ölelésnek több anyomtatott históriája, mint akkor. Pedig az akkori fiatal nők, ha a konyhában megfordultak, pirosabbak voltak ám, mint az a lelkem galambom nagyságos kisasszony, ki most fazekait, vagy akarom mondani köcsögjeit a tálalás helyett az asztal fiókjában tartja. Egy hajdú készen állt a kefével, hogy a vendégekről leszedje az úti port, ezzel meg volt az öltözködés, de a történetből előbb volt a gazda, s az ölelkezés mindjárt első kézből így porosan akadt, csak egyetlen kő mozdult meg a Szent Gellért hegyen. Míg a konvenciós cigányokat beparancsolta a kisbíró, a lányok és ifjak külön csoportban gyűltek össze, s az öregek egymásra találtak, az öregek hányták vetették az ország dolgát, az asszonyok szapulták a vásznat, a leányok virágmagról s más ártatlan dolgokról beszéltek, az úrfiak pedig beszéltek egymásnak mindenféle tréfát, mert még akkor nem lett volna, kiszem szemközt volna állni egy sereg lányjal, hogy ott hazudjék nekik csillagokról, liliomról, meg más mindenféle virágról. Az efféle szavak pedig, mint bájos körében, kédús pillanatok, sóvárvágy, lelkem üdve, szellemek szárnya, sóhaj, és több bolondos szelszámok még valahol helmez Mihály úr fejében nyugodtak, ami régi zamatos nyelvünk pedig nagyobb módjával adta az előtt a cifra szót, s ebben a tekintetben megvolt az a jó haszna, hogy nem lehetett vele minden bolondot elmondani, mert abban az időben igen könnyen azt mondta volna valami tűzről pattant néném asszony, hogy Uramöcsém, de sokat hazudik, mert, amint mondom, ezt a gondolatot sem tudták ám még akkor valami mézes, mázosabb formában kitálalni. Tekintsünk be először is az asszonyságok közé, magunk jó szántából szívesebben maradnának ugyan a lányok között, de már feleséges ember létünkre, meg írás közben sem tanácsos alányokról emélkedni, mert hiába beletalál nézni az asszony az írásba, és még rám fogja, hogy valami kedves arcon akarok ott elmélázni. De mint hogy a lányok nagyon is susognak, hallgassuk inkább az öregebbeket, mert azok már nagyobb zörejjel vannak. Szánta és Zsigmondnak egyetlen fia ült annyi asszony között, s az öreg Snellerné, még akkoriban javabeli asszony, az iregi mesterné vitte a szót. Néhány évvel előbb halt meg a jó lélek, annak idejében csinos asszony volt, élt hosszú kort, minőtt ritka ember él, mert unokáinak gyermekeit is látta nagyra nőni, nem volt az a búcsó és jó mulatság, hol őt kifelették volna. Katonás asszony volt, akár odaállhatott volna akármi ezred elé, amiről az öreg Schneller, jámbor német ember, leginkább bizonyítványt adhatott volna. Megvénít ez, gyerek? Mondja Szántai Sándornak, ki az öreg uraságnak titkára vala, és még nőtelen ember. Nem tehetek róla, asszony néném. Hátra nem mehetek, mert én utánam is jönnek. Jól van, jól van, öcsém Sándor, csak hogy nem illik ám már, hogy ilyen bajuszos legény csak úgy lógósnak járjon, lánchorta, mert ha már úgy tesztek, hogy olyan kínálva házasodtok, az öregeknek még annyi vigasztalódásuk sem lesz, ha kimennek ebből a világból, hogy marad-e valaki utánuk. Ráérek még, édes asszony néném. az ördögöt? Pattant föl az öreg asszony. Megnőttél, öcsém, kenyered is van, köszönt az Istennek. Lásd, mennyi lány van ott a másik szobában. Hisz nem akarom a magamét kínálni, de már tudod, hogy én olyan szókimondó vagyok, azért mondom neked, te megmond a többinek, hogy a leányt nem lehet ám besavanyítani, mint az uborkát, hogy sokáig maradjon. Annak is csak legjobb, ha idején megkerül a párja. Csak találnék egyet. Minden zsáknak a maga foltja, öcsém Sándor. Lásd, nekem is került. Német a lánc forta, de bezzek formáltam belőle embert, pedig mikor összekerültünk, az egy drága szót sem tudott magyarul. Én meg még annyit sem tudtam németül. Azaz, az, hogy én most sem tudok. Aztán szerették egymást, asszony néném. Persze, hogy szerettük. Hogyan? Bolondistók, viszont zájókedéllyel az öreg. Megöleltük, megcsókoltuk egymást, utóbb pedig az én jó németem nem kapott addig egy harapás falatot, míg meg nem tudta mondani magyarul, hogy mi az, ami előtte van. S most nézd meg, olyan magyar, hogy a verbungon is el kellene huszárnak. Azért, öcsém, ne válogass, hanem amint mondják, nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Úgy úgy, Snellerné, mondja a bejövő háziasszony. Most az meg az úrfit, már én belefáradtam, hanem csak maradjon nekem nőtlen, tojásra ültetem a kamaszt, mint a kotlóst. Hallod anyádat, Sándor? Kérdi Snellerné. Régen mondogatja már ezt, édesanyám, de mégsem nézett leány után, ugye? Te majd én keresek, ugye? Csak lesd, mondja az öreg asszony. A te pajtásod lesz az édes fiam, ha olyant választanék, aki téged verne meg, akkor is az én nyakamra futná majd. Nem is lesz akkor soha feleségem, ha azt akarja édesanyám, hogy én keressem. Te édes fiam, Régen volt az, mikor ölben hordoztalak, meg kásával letettelek, s alig, hogy három-négy fogad kibújt, rossz kölyök, bezzek kaparáztál a kanál után, hogy magad ehessél vele. Hát a kanál után kikapaszkodott legjobban, hogy magad merhessél, csak hogy ember sorba férkőzhessél, úgy -e? No, most ott vagy, s íme visszakéreckedel ölbe, nem szégyenled magad? Tám még kását is kérnél? Tréfaképpen volt ugyanfélig meddig a dolog, de a hosszú lében, fűszelszámképpen volt egy kis igazság is, mert az öregek a fiút, ki különben a lehető legderekabb ember vala házasítani akarták, csak hogy a fiú nagyon is furcsának találta, mikor szülői néki arról beszéltek, hogy a fiúknak is legyen fia. Ez azonban csak a patriarkális életben volt meg, mikor még nem jött be a módi. Mi persze, könnyebben vesszük ezt a dolgot, hisz az a tartózkodás kiment a módiból. Kitalálták tehát kegyetek is, hogy miért vették úgy kézbe Sándort, s amint gyanítható, az öreg Snellernét meg is kérték a szülők, hogy gyújtson a gyerekre. Nem is volt rosszul kigondolva a dolog, az öreg Snellerné annak idejében a négyesbe is odadurrogtatott, meg az igazat is megmondta, ezért igen gyakran és szívesen kérték meg hasonló dolgok elintézésére. Volt is látszatja az ő befolyásának, mert akiket ő egymás mellé állított, azok aztán musra alá kerültek. Megbecsüld a feleségedet, szokta ilyenkor mondani a férfinak, mert ha meghallom, hogy ok nélkül zajgatod, majd az udvarodon termek. Ettől pedig jobban írtózott bárki, mint a fergetektől, mert akit az egyenetlen úton kapott, szóval azt úgy megvásította, hogy ha pápista volt, bizonyos, hogy kilencszer meggyonta ugyanazt az egyetlen vétket. – Neked meg azt mondom, szólott a leánynak, hogy a nyafogást otthon hagyd, a férfi nem ér rá azt lesni, mi bajod, örökké nem ülhetsz otthon, mert akkor még inkább ordítanál valaha, majd megszokod az uradnál, az anyád sem nőtt ki az apát könyökéből. Azért, ha szokatlan az új ház, ha benn lakol, meglátod, hogy annak is van fala meg teteje, ne félj, nem szakad rád. Süs, főz, hogy meg ne ehűj, meg az uradnak is jusson, aztán majd meglátod, hogy híva se jönnél később vissza. S mikor a leánynak eleget beszélt, ráadásképpen még azt is mondta, Olykor-olykor betekintek hozzád, hanem panaszt ne halljak, azt mondom. Körülbelül ilyen forma volt a tíz parancsolat, mit Schlellerné a hívek lelkeinek ki szokott osztogatni, ezen kívül pedig mindenki tudta, hogy az öregnek látogatása ki nem marad, vagy keresztelésre, vagy bérmálásra jött. Ha tudni illik, oka volt rá, de ha nem volt panasz, amely eset többször előfordult, mert mindenki vigyázott magára, mondom, ilyenkor azután szívesen elbeszélte egyik nénémasszonynak, hogy ez is az én munkám. Úgy szólván minden körnek megvolt abban az időben az ilyen forma asszony vicispánya, ki a környéknek elősmert, bevallott feje volt. A meghurcolt becsület ő hozzá menekült, s jaj volt annak, ki a száján kiszalasztott egy megrágatlan szót, néha az ilyen úgy kiszenvedett, hogy kinyában kérődző állatnak is beállt volna, hogy a kiszalasztott szót újra megrághatná. Ez egy megszokott hatalom volt, Közbecsülésből erett és élt hatalmával, mely alól elvonulni nem tudott senki. Lássák önök, az a tekintélyek kora volt, melyről azt mondjuk, hogy lejárt. Fájdalom, hogy lejárt, a civilizációnak elbérmált szabatosság szétáradt, s mint Midőn Eolusz a szeleket kibocsátotta, teleszít pofából fújták az ordító vihart, mely, hogy megtisztítsa a levegőt, kíméletlen rohanásában minden gyengét virágot letépett. A patriarkális élettekintéjei nem azon kobakok voltak, melyeknek, mint erdei tuskónak megvolt a maguk ideje, hanem voltak azon érett eszű fők, melyeknek nézését, kérdő, feddő és rendreutasító szemeit nem bírtak kiállni a léha nemzedék. Féltek úgy a nyomorúk a tekintélyektől, kik ezer olyan dolgot kérdezhetnének, mire felelni nem tudnátok? Vígan lehettek, mire megvénültök, végképpen vége leszen a tekintélyeknek, üres fejetek jót áll ezért, abban már nem lesz megtekinteni való. Asztalon a leves, szólt a háziasszony, s mindenki helyre húzódott, néhol a fiatalok közé egy-egy öregebbet helyeztek, hogy szem legyen rájuk, nem mintha szükség lett volna a kármentő gondolatra, hanem azt is gondolták az öregek, hogy nem árt. Kulcsár uram szakács könyvében az utolsó falatig meg van írva, hogy milyen volt az akkori magyar koszt, nem akarom leírni, elég az hozzá, hogy jó volt. Könnyen megtörténhetnék, hogy éppen valami éhes diák olvassa most ezt a könyvet, szegény párát éjjel is ébren tartja az étvágya, Miért költögessem föl benne az alvó oroszlánt. Snellerné kinézte a helyet Sándornak, s nehogy valamiképp férfiakhoz keveredjék, két leány közé küszöbölte. Nem is volt az rossz hely, magam is odaülnék mindjárt. Azaz, hogy hova is beszélek, anno 1809-ben, mikor én akkor világon sem voltam, na, de azért annyit mégis tudok, hogy az egyik szebb volt, mint a másik. Vőlegény van a háznál! Kiáltott fel egy dévaj férfi. Ki az? Ki az? Hangzik mindenfelül a kíváncsi kérdés. Találják ki? Ingerkedék odább, amaz, mire még kíváncsiabbak lettek, mert a vőlegény igen alkalmas perszóna volt akkor is arra, hogy rovására ötven ember nevessen egy nagyot. A legény pajtások, mint valami elkárhozott lelkek, sajnálják az ilyent. Megver a feleséged, mondja az egyik. Letéteti veled a pipát, mondja a másik. Markodba olvassa a költőpénzt, ijesztgeti a harmadik. Megállj csak, szól a negyedik, majd megtanít az asszony ülni, az ötödik pedig mást mond. Azután, ha szabódik, és azt nem mondám, hogy nem leszen az úgy, rögtön fölriad ellene egy vert had, amelyik saját magán már tapasztalta, hogy Debsz úgy lesz. Ezek aztán rákezdik. Jól van, jól, én is így beszéltem. Te sem lész különb, ember. S ha mindezekre még jobban védelmezi magát, utolján még a lányok is dévajkodnak vele. Bácsi, tud-e fésülni? Jöjjön, majd én megtanítom harisnyát kötni. Na, tartsa előbb a két karját, mire egy csomó pamutot öltenek rá, s vagy fél óráig ott állhat, mint az útmutatófa. Én azt is követelném, hogy vasalni tudjon. Ingerkedik a másik, még végre az öregebbek is előkerülnek, s még olyan formával is ijeszgetik, hogy egy száz szérnára az asztallábhoz kötik, és ringathatja a bölcsőt. Az Úristen legyen irgalmas, kegyelmes egy vőlegénynek, az beált röhögtető masinának, ha nem szól, akkor is nyaggatják s ha megvédelmezi magát, még az is rezzegeti, aki eddig nem szól. Ezért nézett körül mindenki oly kíváncsian, hogy ki az a jámbor keresztény, kinek éppen a legjobb étvágyát most lehet elvenni, mikor enni akar. Éppen Sándor mellett a két nő cincog legjobban, ki lesz a vőlegény. – Ej, ej! – szól az előbbi. – A kisasszonyok nem tudnák? holott két testvér létükre köztük ül az, akit keresnek. Tudni élik, Sándor! Mikor Péter Krisztust megtagadta, és a kakas a harmadikat elkukorékolta, Péter nem ilyet meg úgy, mint Sándor amazónál, hogy őt vőlegénynek mondják. Én már próbáltam ezt a mulatságot kétszer. Jaj, bemegviselt engem a világ. Ki dicsérte, ki gyalázta azt a házasságot, melyről mi római katolikusok azt mondjuk, hogy szentség. Ma már aztán nem tudom, hogy nem azt értik-e alatta, hogy a feleséges embernek legkönnyebb alkalma van megérdemelni, hogy szenté legyen. Mondom, ezt nem tudom, mert azt sem tudom, hogy hány szentnek volt felesége. Majd ha ráérek, utána járok, még a mártírokat is előkeresgélem. Sándor a bőlegény! Zajgott a vendégség, mire Sándor olyat vörösödött, mint a piros posztó. – Elvörösödött! – visította sok lány. – Nini! Sándor bácsi! – örvendezett a dévaj nép, melynek elég, hogy valaki egy szokatlan szint vegyen föl eddigi formájára, úgy bánnak aztán vele, mint ha lopott portékát kezén érték volna, tagadhatja azt már, mi kell ezeknek egyéb bizonyítvány, hisz most is azt visítják, elvörösödött. Nem akarom elmondani, miként nyaggatták a fiút, elég az hozzá, ha még nem volt Szent Sándor, még ebből válhatik. Sándornak két szomszédja tehát egy testvér vala, szakasztott képmása egyik a másiknak, úgy, hogy a festő egyiket a másikról levehette volna. Most kezdődnék aztán annak leírása, hogy miben át voltak éppen az ő szépségük. Hanem én csak megvallom, hogy ezt a leskelődést nem szeretem. Más embernek talán több béketűrése van addig ólálkodni a leány körül, hogy még a lábát is meglátja, s akkor nagy örömmel mértéket vesz neki, nem tudom miképpen, és egész boldogsággal fecsegé el, hogy a lábak csak ugyan picinyek. Ezeké mekkora lehetett, nem tudom, hogy sántítanának, nem vettem észre, s mindenik meg tudott állni a maga lábán. Azt tartom, leírásnak untig elég ennyi. A karcsúságról csak annyit mondhatok, hogy nem az a mostani ideális vékonyság volt, melyet annyi erőködéssel, mennyivel az ember egy miskolci kenyeret megszegne, ketté lehetne vágni. Ha majd a férje átkarolja egyszer, legalább nem nyöszörök bele. Az arcokat mostanában halaványaknak szokták írni, némelyik persze olyan, mintha répából faragták volna. Azt mondják, érdekes, pedig abban az időben, amelyik apának ilyen lánya volt, azt mondta a jó barátja, pajtás, vagy beteg a leány, vagy, hogy krétát eszik. Eleven, piros biz ez mind a kettő, mire más azt mondaná, hogy rózsák vannak ott, de csak hagyd abba, kedves barátom, ti messzebb mentek, mint én, mert ti nem elégeztek meg azzal, hogy a szobafalát is berajzolhatjátok. Azt hiszitek, hogy a kisasszonyaitok is szebbek lesznek, ha egy kisi az arcukat is bemázoltatjátok. Ti azt mondjátok egy sápat nőről, hogy minő érdekes arc. Ilyenek a ti nőitek, az enyéimmel, ha szemközt jött valami jó ismerős, azt szokta mondani, Látom, húgom asszony, friss egészségben van. Ennyi a különbség. Ti nem röstellitek a fogakat megvizsgálni, ez pedig a legnagyobb gyöngéttelenség a világon, hogy valakinek a szájába kandikáljanak. Ám lássátok, ha szép kisasszonyaitok ezt oly könnyen megengedik, és én szóról szóra elhiszem, mikor azt mondjátok, hogy a kisasszonynak fog a valóságos elefántsontból van de még az ornak sem hagytok békét. A ti kezetek szentségtelen, mint azért a nyíri paraszté, ki a Nemzeti Múzeumban a Karraraj márványt túrónak nézte, s egy bugylit is kihúzott, hogy kóstolónak kikerekítsen egy darabot valamelyik pogány szentből. Orra is volt mindkettőnek, s a többi szépség mellé az is oda illett. No, a szemük, az már nagyon is szép volt. Ennél többet nem tudok mondani, minek ismét az a baja, hogy az akkoriak nem maradtak úgy veszteg, mint némely mostaniak, hogy első látásra úgy megállják a nézést, hogy ti kedves jóbarátim, mint valamitó fenekébe, órákig nézhettek. Hajuk is szép volt, meg voltak illendő illendőkép, ám bárha bolzasabbak volnának, nettek jobban tetszenének úgye. Csak hogy azok nem hányták ám a fejüket, mint némelyik mostani színházban, hogy akárhányszor megtörténik, hogy szeleburdiságból a páhaj oldalához üti. Úgy kell neki, s ha annyit kapkodja a fejét jobbra bar, a sok arszlán után, fogadom, egyszer még be is törje a fejét. Aztán későn jajgat akkor. Ezekből tehát tessék megérteni valamiképp, hogy a mi asszonyaink mégis szépek voltak, amit abból is elhihetnek, hogy akit én egy szerféhez akarok adni, mert az egyik férhez fog menni nem sokára. Annak, mondom, szépnek kell lenni, mert én rosszat senkinek sem kívánok, mint hogy magam is rendesen azt kerestem ki, amelyik a legszebbik. Elhívassonám Sándor bácsi a lakodalmába? Mondja az egyik jobbról. Az én lakodalmamba? Kérdi Sándor. hoda oda! Tréfágott a lány, látva, hogy szekretárius uram maga magának is titok. El sem jönne, Jolán kisasszony, ha meghívatnám. Ha félholt volnék is, fölkelnék, csak azt hallhatnám, mikor Sándor bácsi azt mondaná a pap előtt, hogy szeretem. Tudom, súga mondaná el. Azért is nagyot kiáltanék. Mekkorát? Ingerkedék a lány, mire Sándor is neki bátorodván, némileg szemközt fordult a lánynak. Kétségtelennek látszott, hogy egy hangos szót akar mondani, de az is meglátszott, hogy nem egészen a tréfának hangján lesz az mondva, s mikor az ifjú a fölmelegült érzelemnek hangján a pillanatnyira csillapult csöndben ki akarná mondani a szót, zavartam mondá a lány, kendőjét Sándornak szája felé tartva. – Az Istenért, ne mondja, meghallanák! Súgá odább, s oly borult a két olcája, hogy az előbbeni szónok úr sehogy sem tudná megállani, hogy most meg Jolán kisasszony pirult el. A lány fölijedt. Szép szemeivel merőn a tányérba nézett, hogy egy elárat könnyet észre ne vegyenek, s ha a vigyázó más másfelé nem kapja a beszédet, hangos sírásra fakadt volna az előbb még oly csintalan leány. Valamelyik professzoromat nagyon szeretném megkérdezni, hogy miféle lelki állapot lehet ez. Hogy nem lehetetlenség, azt világosan látom, s ám bár az is természetes dolog előttem, hogy akinek a tyúk szemére lépnek, nem akarva is elkihátja magát. Azért, tisztelt professzor úr, kegyed oly gyengéptelen ember volt, hogy erőnek erejével én tőlem kérdezte azt, amit ön bizonyosan és jobban tudott, mint én. Engedje meg, ha most én kérdezem azt, amit valóban nem tudok. Vagy tán ön sem tudja, vagy hogy éppen tagadni akarja ezt mert az az elpirulás valami ritka dolog. Ó, az Úristenre kérem önt! Hadd simuljanak el orcájának tudós ráncai, s ne mondja ki az újabb korra a szörnyű szót, hogy a szemérem kihalt már. Nem, nem, hova beszélek össze-vissza mindent, hisz magam is az újabb kor gyermeke vagyok, részesekét tiszta szerelem boldog mosolyának, Hisz, ha ez arcokat nem látom, nem tudnám oly elevenen elképzelni a múltnak csöndes és romlatlan erényét. Úgy, úgy, tisztelt professzor úr, ha jónak is prédikál a pap a gonoszról, hogy kerülni tudják. Egyik tál a másik után fordult meg az asztalon, s amint föllebb mondám, nem akarok a konyha költészet babérlevelei után nyúlni, Had maradjanak azok abban a pácolt lében, melyben az ősszombokat áztattak egyszer 24 óráig a szakásné, éppen ennek tulajdonítható, hogy az egyik vendég még az ujját is megszopja, mert vagy illata, vagy az íze eset oly jól neki. Keresztül mentek az ebéden, s a két szomszéd kezdi hinni, hogy az ő lelkeik alig ha nem beszélgettek addig, míg nyelvük hallgatott, egyet-egyet összenéztek, és szinte jól esett, hogy egymás mellett ülnek, a körülülők aján nevetők, mintha közös ellenség volna, mely ellen összetartva védelmezhetnék csak magukat. Higgyétek meg, hogy e szótalan beszéd tudná csak megmondani, hogy a mi ifjú uraink minő írtóztató hazugságokat mondanak el könyv nélkül, mennyiben tudni illik otthon jó előre, mindenféle aurórák és almanakokból betanulták a beszédet, annyira, hogy mikor már ben van némelyik a füllentésben, a barna asszonynak fecsegi el, mi a szőkének volt írva. Mindegy, ők ebből is kilábolnak, mint Hugli, kinek nem volt ugyan diplomája, amit voltaképpen maga sem tagadott, de azt mondja a furfangos pióca doktor, hogy lehetett volna. Vége volt az ebédnek, nem mert elválni a két szomszéd, mintha éreznék, hogyha külön válnak, meg lesznek nyaggatva, ezért egymás mellett maradának, s a többivel az urasági nagykert csavargó útjain is együtt tévejektek. Hát, csak eljön, Jolán kisasszony, alakod a mamba? – kérdé most Sándor. – A elhivat, szekretárius úr! – mondja a lány a megszokott Sándor bácsi helyett. Sándor észrevette, hogy komolyabb lesz a dolog, mert a lány már nagyon titulázza, s az ilyen megkendezés vagy arra való, hogy a célzásokat abba hagyja az ember, vagy ha van egy kis oka reménykedni, most verje a vasat. Tudom én, hogy nem jönnel, Pitatkozik Sándor. Azért is elmegyek, mondja a leány fölébredvén a mélázásból, szokott jó kedvéhez és a lányoknak jó illő kötekedésbe menekülvén. Ha meghívod. sem ön, sem Sándor, sem szekretárius, ha meghívat, mondja rá még egyszer, a megszólító elmaradását pótolni akarván. De ha el nem jö, Jolán, kisasszony, nyögé utána ezt a strázsának álló hideg szót, mely mint egy választófaltól lakodik két bizalmas közé. Már hogyna tenném azt, hogy el ne jöjjek? Fontoskodék a lány. De nem mer fogadni. Tudni illik Jolán kisasszony, mert ezt nem mondta. Ha el nem jön, ön, kegyed, milyen jó szó volna most, ha akkor már használták volna. Ha el nem jön, okoskodék Sándor, akkor nem szabad férhez mennie, tudni illik Jolán kisasszonynak. Jó, nevete a kislány, itt a kezem, mit Sándor oly örömmel kapott el, mintha ez a kézadás nem éppen fogadásból lenne s olyan élénken megszorítá, hogy sem a fogadást, sem a készszorítást nem fogja elfeledni a lány. – De ki lesz a tanú? – okoskodék Sándor. – Majd én! – szó közbe hátuk mögül Snellerné, mint egy a hallottak folytatásául. – Csak hogy édes lányom, ha már ennyibe fogadtál, tehát nem is gondoltad meg, hogy ez a kópé úgy hívat ám elalakodalmába, hogy te légy a mennyasszony, s ha el nem jössz, nem szabad férhez menned? Egymásra nézett a két fiatal, tudni illik a fogadók ezek összekapcsolódva lévén, s megint nem tudom, mi lesz a dologból, ha a lány anyja szintén ide nem ér, s a zaklatott lány anyja mellé nem menekülhet. Snellernének maradt Sándor, s míg a kanyargó utak kivezettek a kertből, maradt idő a beszélgetésre. Szekretárius, uram, kapott szóba az asszony. Legyen ám eszek ennek, hogy ezt a lányt megkérlelje, mert láttam ám, hogy az asztalnál azt a lányt nagyon megszomorította, mert ez más dolog ám, mintha papírosra firkált az ember, ha egy disznó esik a papírosra, se baj, megint kivakarja, de ennyi bolond ember előtt konfúzióba hozni egy lányt. Mit mondtál neki? Szólt az asszony a bizalmasabb hangot fogva. Magam sem tudom, asszony néném, de pedig tud, láncfortak kölyke, mert ennyi embernek be nem fogod a száját, mert ezek most már egyébről sem beszélnek, mint hogy te meg a lány egymás után irultok-pirultok. Az eszeveszett berki pedig, mint a bakter, minden mécsvilágnál tüzet kiált, már is mondja, hogy így lesz, úgy lesz. Csak már édesapámnak ne szólna valaki, mondja Sándor. Nem édesapádról van itt szó, hanem rólad, meg a lányról. Azért, ha a világ nyelvére nem akarod ültetni, legjobb lesz, ha kerülöd, hogy rátok ne bámuljanak. Kedves asszony néném, szólt fölolvadva Sándor, csak magával tudok én beszélni. No, hát nyök ki, mit akarsz, mert itt nem áldogálok veled a kert közepén, még valami korságos engem is szóba kever. Kalambom, asszony néném, csak egy kicsit nem menjem még. No hát, beszélj szaporán! Látod, a többiek milyen messzire vannak már? Hol is kezdjem már, no? Ügyetlenkedék a szekretárius. Csak az elején, hamar, aztán menjünk. Istenem, csak már tudná asszony hogy mit akarok. Gyere, majd kivetem kártyán, de itt ne olálkodjunk. Asszony néném, Kiáltott föl az ifjú olyan hangon, mintha magát bátorítaná. Maga oly okos asszony! De azt más is mondja, öcsém! Azért, ha el akarsz bolondítani, olyan pontjál, amilyent más még nem mondott. Hát nem ért még? De azt értem, hogy ha sokáig itt maradunk, elmegy az eszed. Inkább segítsen, hogy el ne menjen, mert Isten úgy segéljen. Amott jön az anyád is az urammal, Mondd hamar, mit akarsz, mert az a német, ha meglódul az esze, még itt agyonüt. Jaj, csak most ne jönnének. Itt vanni. Még utóbb azt mondod, hogy szere? Az az, édes drága jó asszony néném, szeretem. Engem? Tehogy magát? Azaz, hogy magát is asszony néném, hanem Joland. No, valahára, megtaláltad a szót? Szánta iné! kiállta az öreg asszony. Gyere csak hamar! Az Istenre kérem, csak azoknak ne szóljon. Miért? Anyám kitalál nevetni. Éppen bizony, azért is megmondom neki is, meg Jolánnak is. Nem bánom, édes asszony néném, úgy, hanem csak, tudja asszony néném, úgy, jó módjával. egy jó bolond! mondja az asszony, Sándor pedig a kertbe tévedt el. Mire beértek a vendégek, a nap is a hegy vette magát, a hosszú asztalt kitették láb alól, s a nagy ebédlőre nyíló szobákban készen állt a banda azon keserves nóták egyikével, melynek hallatára a nevetés kellő közepén is elszomorodik az ember. Búsulni valunk mindig volt, a férfiaknak eszébe jutott a hazai baj, szótalanul álltak egy csokron, búsulták volna magukat, ha a cigány meg nem fordítaná a dolgot, s olyan frisset kapott a vonó alá, hogy még az öregek talpa is viszketett a táncra. Szánta és még egyszer megpróbálta azt a mulatságot, aminek módját ötven előbb ugyan, azon a napon nagyon is megadta, tudni illik, hogy a frisset kedves anyjukjával még egyszer eljárta, de minthogy azóta ötven esztendőt ugrott át, az öreg úr a lépést úgy megvigyázva tette. Így is jó volt, és hogy a villámlásnak dörgése is legyen, véletlenül-e, vagy készakarva, a leány sereg közül Jolánt kiválasztván, még azon is pördített egyet, és köszönöm fejében fehér bajusza alul egy csók is került ki. Jó volt, bizes! Kiáltja az öreg, kinek példáján táncra kerekedett a vendégsereg. Apja után Sándor kapta el Jolánt, amit az öreg úr lábaival csak formának mutatott, azt a fia cifrára megrakta. Meg kell még jegyeznünk, hogy a magyar ruha közönséges viselet lévén egyet egy, -egy sugár legénynek tánca jól esett a szemnek, kivált, ha hozzávaló pár is jól meg volt választva. Körülálták a szülők a fiút, Sleányt, mindenik szívesen legeltette szemeit az édes magáén, s mintha közös gondolatjuk volna, végtére egyik a másikért dicsérte. Visszagondol az öreg a múltra, átszalad azon sebes gondolattal, a jó napoknál megáll, édes fájó érzelemmel tér meg a jelenbe, nem ér rábúsulni, tudja bár, hogy közel az ajtó a más világra, nem előre, visszanéz a maradékra, Szép is, jó is, azt gondolja, megelégedetten megyen el majd nyugovóra. Kíséri őt a szeretet legerősebb köteléke. Ez az apák, anyák gondolata. Az aglegény, mint egy tolvaj, megy ki a világból. Időt lopott a természettől, szeretetet önmagától, boldogságot mástól, kit boldogíthatott volna. Még fiatal volt, élete gonosz volt, mikor megvénült, maga mondja, hogy bolond volt. Ki sajnálja? Senki. Az ember megbámulta a méhnek hasznos munkásságát, nem meri az állatokkal egybevetni, azt mondja, úgy hal meg. Az aglegény egyet kivéve nem úgy hal meg, töglik. Snellerné a kedves öregeket meglepte a titokkal, és Szántai Zsigmond édes örömében még egyszer a táncba keveredett, Megölelvén a kedves lányt, ki midőn az apa vállára kapaszkodott, szemeivel a fiát kereste. – Ne, fiam! – mondja aztán az öreg. – Neked adom! Öreg legény vagyok én az ilyen mesterséghez. Ezzel az apa kezéből a fiújéba került a lány, és így szemközt nézvén folytatták édes érzelemben azt a gondolatot, mit a kertben félbehagytak. Járta a tánc, smire éjfél felé voltak, már szinte megkuszálottak a sok táncban, de a zene nem hagyott még békét, s valamint a fiatalok is szívesebben voltak talpon, s így a bőgő dörmögése között könnyebben elmondták a mondani valót. Alkodjunk meg, kedves Jolán, mondja Sándor, hogy én magam legyek vendéghívó lakodalmamra. Mondtam már, hogy elmegyek, mosolyga a leány. Hisz fel is fogadtunk rá, jó, tehát menyasszonynak hívom meg, Istenemre mondom. Azt akarja, ugye, hogy otthon maradjak vénlánynak? Ha el nem jön, a fogadásnál maradok. Rossz ember, azért sem maradok otthon. Elvégződött a nóta, és a hosszú asztal benyújtózkodott az üres helyre, hogy a vacsorát lehessen fölrakni, de mindez kurtán elvégződött. Három asszony húzódott el egy sarokba, Jolán és Sándornak az anyja, a harmadik név volt. – Kedves szántainém! – beszélt Jolánnak az anyja, Berényiné. – Sütni főzni megtanult a leány, a koplalás nem látszik rajta, amint vélem, és abból levett, amit maga főzött. Ez volt a beszéd folyama, de hallgassuk még odább. Parancsolni még eddig csak tudtam a háznál, mert bizén, ha rákerül a sor, hangosan is tudok beszélni. Mondja tovább Berényinét. Megszokták a gyermekeim is, hogy akarat csak egy van a háznál, az pedig az enyém, ezzel a példával pedig elmerem ereszteni a háztól, s nem hiszem, hogy azt a hírt hozzák vissza, hogy fejes. Magam az igaz, hogy olyan rossz ámú vagyok, nem csoda, hogy előbb fönn vagyok, mint más a háznál, de leányaimat azért nem igen kellett költögetnem, hám ha rákerült volna a sor, én bizony hamar megszólamlottam volna. Fonni, varni is csak tud mindegyik, bizén ráfogtam őket, tudja is mindegyik, hogy azt a lepedőt viszi el maga alá, amit maga font és maga öltögetett, ha aztán vastagon eregette a szálat, vagy az öltést könnyen szalasztotta, maga nyöghet rajta. Ilyenekről folyt a beszéd. Az egyik szívesen mondta, a többi szívesen hallgatta. Nekem nem adott az Isten többet ennél az egy fiúnál, mondja Szántajné. Nem mondhatom, hogy mindig a kezem alatt lett volna, de mondhatom, hogy én sem hízónak tartottam, még itthon volt. Bizaz meg volt ütögetve, mert tudja, kedves Berényiném, hogy az a férfi gyerek másott, mint az ördög fölmászkál a jegenyef a sudoráig is, persze, hogy félti az ember, s ilyenkor aztán emlékezett okáját hozzá a kezét. Te enélkül kinevel gyereket. Hideget, meleget megszokta, mert az Isten adta nyáron a napon feketedett, úgyhogy féltélen alig vedlette le a nyári kormot, télen pedig néha úgy jött be a fagyról, hogy majdnem téglázóvassal kellett fölmelegíteni. No, de ebben sem halt meg, mert hisz amilyen, meglátszik, hogy mennyit nyomhat csontra. Elég az hozzá, hogy összevalók. Punktum! Fejezte be Snellerni a két anyának vallomását, és vacsorálni mentek. Mi lesz hát, anyjuk? Kérdi Szántai Zsigmond feleségét vacsora után, mikor a cigányok újra hegedűhöz nyúltak. Ha az Isten is úgy akarja, mint magunk, kedves gazdám, mi is szeretnénk, azok se bánják, meg a gyerekek sem harapósak, mint láttad. Azt látom, hogy ezek szép egy párra lesznek. Az Isten áldása legyen rajtuk. Én is azon kérem az Istent, mondja az anya, aztán pedig a mellékszobák rendezéséhez fogott, hogy a lefekvőknek jusson elegendő helyük. Hogyan leszünk? Hát! kérdi a gazda. Az öregek az ágyakban mondja az asszony. A lányoknak az ebédlőben a földre vettetek, az a sok gyerekember pedig feküdjék ki a szénára. Jó lesz, bizaz, az, az öreg, s ekképp harminc vendéget könnyű szerrel elláttak, minden hűhó nélkül. Mindenki megelégedett a maga helyével, pedig olyik legény keméltóságos úr fia volt, s a lehető legédesebb ámot aludta a szénán. Furcsa világ volt ez, ugye? Mi is volt az? Nem egyéb, édes jó barátom, patriarkális élet.